Kedves hallgatóink, ez itt a Zeng, a Zeneháza beszélgetős podcastje. Kulisszatitkok, mély interjúk és más érdekességek a Zeneháza programjaihoz kapcsolódóan. Hölgyeim és uraim, ez itt a Zeneháza podcastje, az én nevem György Imre, velem szemben Vejl András, zenei producer, zenész, számos vagy számtalan magyar, ismert zenekarnak a tagja és mozsikosa, illetve hogyha valamit pontatlanul mondok, akkor ő majd úgy is korrigál, minden esetre Vejl András, sok szeretettel, köszönöm. Sziasztok, élnálok. köszönöm szépen a meghívást. Na most a beszélgetésünk apropója az elsősorban a Zeneházának a Figyelemfelvétel című programsorozata, amelynek hát András a hoztja, a szülőatya, feltalálója, és ennek az eseménynek a keretein belül igazából egy adott zenekarnak a hangfelvételét lehet kísérni nézőként, be lehet tekinteni a kulisszák mögé, hogy hogyan is születik élőben egy dal, ami aztán ugye felvételre kerül egészen újszerű, legalábbis itthon Magyarországon ez a fajta kísérleti programsorozat, ugye egyen már túl vagyunk, akkor a Blaha Louisiana járt nálunk, május 5-én pedig a The Qualitons fog érkezni, hogy felvételt készítsen itt a zeneházában. Na most indítsunk egy kicsit onnan, hogy a zenei producer, mint fogalom, mint olyan, az én úgy gondolom, hogy Egyre jobban, bár nincs olyan hosszú évtizedes hagyománya itthon, mint mondjuk külföldön, de egyre jobban ismerősen cseng, talán nem csak a szakma berkein belül, hanem úgy tágabb értelemben is. Gondolok itt arra, hogy egyre több helyen lehet ezt tanulni, születnek YouTube csatornák, szakkönyvek, stb., és ma már mondjuk megéri például egy Rick Rubin, Rubin könyvet kiadni egyáltalán. Uh -huh. Tehát az emberek szeretnek erről hallani, hogyha és az is lehet, hogyha tudod, meghallgatnak egy, nem tudom, egy akár egy Red Hot Chili Peppers, egy LL Cool j stb., akkor egyre inkább eszükbe jut mondjuk a producernek a neve is adott esetben Rick Rubinnak, és körülötte is kialakul egy, a producer körül is kialakul egy olyan kult cool státusz, mint mondjuk például egy zenész körül. Uh -huh. Te mit gondolsz erről a folyamatról, ez érzékelhető itthon? Ö, igen, én azt látom, vagy azt érzékelem, hogy leginkább a, a zenekarok elkezdtek rájönni, hogy jó dolog bevonni egy külső embert ebbe a folyamatba, mert zenészként én ismerem, hogy milyen belülről átélni azt, hogy megszületik egy ötlet, és aztán mi az az út, ami alatt eljut a végén a, a hallgatók füléig, és azért ezen az úton nagyon könnyű elveszíteni a fókuszt és elveszíteni az ilyen globál perspektívát arról, hogy amúgy valójában mennyire is jön át az eredeti ötlet, és mennyire sikerül megvalósítani, így az eredeti érzeteket átad a felvételem. Úgyhogy szerintem, szerintem igen, itthon ez egy, ez egy, ez, egy, egyre népszerűbb dolog. Érdekes, mert azért maga ez a producer szó, ez nagyon-nagyon sok mindent jelentett, és nincs is, ilyen, nincs is ilyen szakma, hogy producer, és szerintem mindenki, aki... aki um, aki producernek titulálja magát, az egy picit más csinál, és egy picit más ilyen skillsetből tevődik össze, vagy a hátteréből az adott embernek, hogy ez így mit takar, és mit csinál pontosan. Még itt az elején egyébként csak a félreértések elkerülése végett, amúgy azt, azt, leszögezhetjük, vagy így definiálhatjuk, hogy itt most mi, a, mi az angolul a record producer nevű emberről beszélünk, aki a, aki a hangfelvételek Legyártásáért felelős ember, mert egyébként ugye a producer szó mai legnépszerű felhasználása az inkább a, a, az elektronikus zenei producerekről szól, akik, akik pedig zeneszerzők vagy, vagy komponáló emberek általában elektronikus eszközökkel. De ugye az, amit én csinálok, az elsősorban, vagy amiről most szó van, ez ez a, ez a hangfelvételt szupervájzoló emberke. Na és ugye, ezekben is, ha úgy nézik, többféle irányzat van, vagy többféle idea él az embereknek a fejében. Ugye az egyik véglet az mondjuk az a személy, aki ül mondjuk tényleg egy stúdióban, elindítja a rezgombot, jobb mikrofonozza a hangszereket, és utána szárazon egy jó minőségű felvételt elkészít. A másik végleten ott van az a fajta karakter, aki már inkább ugye tényleg egy ilyen, aki körül van egy aura, uh -huh. és aki hát egyfajta egy ilyen buthaként, tehát én mentálisan is segíti a zenekarokat. Nekem ö, a prekoncepción veled kapcsolatban, és ez talán szerintem részemről pozitív, Mm -hmm. Hogy te inkább az utóbbi vonalat erősíted inkább. Igazam van-e? Érdekes, mert én ezen így konkrétan sose gondolkodtam, hogy én butha vagyok-e vagy hangmérnök, de, de valahol az igazság szerintem az ott van, hogy. Öm, hogy a szituáció és a zenekar és a helyzet függő, hogy, hogy mit kell előhúzni az embernek a tartsajából. Vannak emberek, mondjuk a Rick Rubin ugye most így nagyon uh, ismert, vagy hát nem most, már mert, egy ilyen komolyabb múltra <laughs> visszanyúló sztori, uh, és, ő, és, ő, neki elhíresültek azok, a, azok az ilyen filozófiai, mélységű gondolatai, és az a, és az a megközelítés, amivel ő, amivel ő a zenekarokhoz áll. Egyébként én, uh, én sajnos még nem láttam olyan dokumentációt, ami konkrétan arról szólt volna, hogy mi történik bent a, a, a stúdióban, amikor a Red Hot Shri Peppers és Rick Rubin együtt dolgozik, szóval hogy a, hogy a Rick Rubin az mennyire uh, maradt folyamatosan csak a filozófiai sikon, vagy mennyire nyúl bele a technikai dolgokba. Mindenesetre én azt látom, hogy hogy, hogy sok esetben Um, váltogatni kell ezeket a, ezeket a funkciókat, vagy ezeket a mindseteket, és um, én általában azzal indítok, hogy, hogy megkérem a zenekart, hogy játsszák el, hogy, hogy miről van szó, és akkor egy picit beszélgetünk arról, hogy nekem így mit fejez ki az a zene, mit hallok, tehát, tehát mindenképpen a zenei oldalról közelítem meg. Um, és aztán, hogy haladunk előre a folyamatban, úgy nyilván szembe jönnek olyan technikai uh, kérdések, amiket, uh, amiket el kell dönteni, hogyha van erre plusz ember, aki, aki meghozza a legjobb technikai döntéseket, vagy, vagy összeválogatja a legalkalmasabb technikai eszközöket, vagy biztosítja, hogy, hogy minél jobb minőségű legyen a felvétel, akkor a producernek van lehetősége végig ezen, a, ezen az érzeti, filozófiai, gondolati, zenei síkon maradni. Amikor erre nincs lehetőség, és azért ez az általánosabb, legalábbis abban a közegben, amiben én működök, akkor ott, akkor ott folyamatosan egyszerre el kell látni ezt a technikai funkciót is, mm. ami közben borzasztó fontos, mert, mert ahhoz, hogy ebben a zenei flóban maradjon mind a producer, mind a zenekar, ahhoz mindennek baromi jól kell végigműködni. Szóval ez egy nagyon fontos aspektus, hogy nem állhatunk le amiatt, mert bármilyen technikai para van, mert az megtöri azt a flót, ami, amitől aztán megvalósul az ilyen aha, pillanat, hogy egy felvétel után azt mondjuk, hogy na jó, ez volt az. Szóval oda, oda eljutni ö, egyszerre igényli ezt a technikai odafigyelést, és technikai típusú skilleket, illetve ezt a, ezt a filozófiai jelleget. Na, ez egy nagyon érdekes téma, amit most itt fölhoztál, ugye ez a megtörni a flót, stb. Ebben már egy csomó olyan kifejezés van, ami szerintem így sok beragadt itthoni gyakorlathoz képest picit eretneknek hangzik. Tehát már csak arra gondolok, hogy nem az a típusú ö, hangmérnök vagy producer vagy, akinek ugye van egy adott stúdiója, és akkor oda rendel mindenkit, hanem különböző helyszínek, ahol egyrészt a terek is különbözően szólnak, egyrészt a zenekar is különbözően szól, és hogy van valamiféle mentális vibe vagy valami, amiben belekerül az egész zenekar. Mesélnél arról egy kicsit, hogy ez hogy alakult ki nálad, hogy te ezzel a munka módszerrel akarsz dolgozni? Ö, igen, ez, ez szerintem onnan jön, hogy, hogy a, a saját zenekaraimmal, az eleinte csak a, az etnofillal elkeztünk elkezdtünk ilyen alkotótáborokat csinálni még, nem tudom, viszonylag az elején. És, ö, és mindig azt csináltuk, hogy volt egy kis saját setupunk, és feldemoztuk magunknak ezeket, a, ezeket az alkotóházas, vagy ilyen alkotótábori dzsemeket, és aztán abból állt utána a a lemezkészítési folyamat, hogy ezeket a dzsemeket, ezeket szerkezgettük, kidolgoztuk, és aztán a végén egy ilyen véglegesebb formában elmentünk egy stúdióba, és akkor felvettük. És mindig azzal szembesültem, hogy a stúdióban reprodukálni azt a, azt a hangulatot, meg azt a hangzást, ami, ami akkor, amikor improvizáltunk, ott így jött természetesen, fakadt abból, ahogyan az a közeg inspirált bennünket, és ahogy abban az akustikai térben szóltak a dolgok. Szóval ez baromi nehéz, és, és az volt a tervem, hogy kipróbáljam, hogy egyből ezekre az alkotótábori szituációkra egy olyan technikai setupot bevinni, ami, ami lehetővé tesz, hogy egy stúdió minőségű felvételt készítsünk. Csak az első ilyen alkalom az elég extrém és izgalmas volt, mert ez az EtnaFiat Diage lemeze, amit amit a két út um, Gréföl-Major kastélyban vettünk fel, amikor ezt a kastélyt éppen felújították, és ez úgy nézett ki, hogy belülről szét volt verve az egész épület, és ilyen téglafalak voltak, ilyen hatalmas báltermek, és le se volt burkolva, szóval az a projekt az úgy nézett ki, hogy két napig építettünk úgy, hogy rendesen föld volt a, a, a padló helyett, úgyhogy színpadelemeket vittünk, azokat leraktuk, utána arra raktunk egy réteg festőfóliát, hogy az a por meg a föld ne jöjjön föl, és a több milliós mikrofonokat ne tegye tönkre, utána rászűnyegeztünk, és akkor arra jött rá a stúdió, és akkor így használtunk három-négy helyet, az üvegházat, a nagybáltermet, a kisbáltermet, és akkor ott vettük föl. Akkor egyébként sajnos nem lett maximálisan kihasználva ez a az a szitu, mert például nem vettük föl videóra, ami egy a hihetetlen hogy egy, ah. ilyen, egy, ilyen, állati jó dolgot nem vettünk föl azonnal. Viszont mindenki baromira élvezte, hogy itt vagyunk egy ilyen izgi helyen, építünk magunknak egy stúdiót, alapból a zenekari tagok is részt vesznek abba, hogy létrehozzuk ezt a helyet a nulláról. Tehát már mindenki másképpen ült be egy olyan szituba, amit ő maga épített, és nem az volt, hogy megérkezek egy tök idegen helyre. Ugye jellemzően azért a stúdiók azok viszonylag ilyen, ilyen sterilebb terek, mikor próbálják is őket hangulatosá tenni, de maga a funkciója az volt eredetileg egy, fel, egy, egy recording stúdiónak, hogy azért az egy, az egy, egy ilyen hanglaboratórium. Uh -huh. Ö, és, és ja, szóval nekem minden jött, hogy nagyon jó élmények voltak a zenekarral, és úgy gondoltam, hogy ezt, ezt esetleg kipróbálná szívesen más is, és akkor beülök a másik oldalra, és, és végül is az Ivánék voltak. Nem ők voltak az elsők, csináltam még ilyen ismerő zenekaroknak, haveroknak, kisebb produkcióknak ilyen felvételeket, de az, hogy ez az elvonulós mindent leviszünk magunkkal, és, és, és addig nem jövünk el, amíg egy lemez fel nem vettük, ez, a, ez az Ivánékkal volt először ugye a Covid első évben, amikor a, amikor a budai popot fölvettük. És ez gyakorlatilag azóta, azóta folytatódik, és nagyon-nagyon és érdekes helyszíneket megjártunk. Na itt szerintem álljunk meg egy kicsit, ugye mm. a Budai Pop az Ivan a de Parazoltól volt, és ugye talán rá egy évre, hogyha jól számolom, a mm -hmm. a hozzánk idomult az Éjjel az Ég című album. Ugye mindkettő fonogramos lett, hogyha igen, jól mondom. Igen, igen, igen. Na most ugye azért ez erős, erős indítás, és két olyan zenekarról beszélünk, akikről azért tudjuk, hogy szeretnek külföldön felvenni, drága körülmények között rögzíteni albumokat, legalábbis bejártak egy ilyen utat. Uh -huh. Ö, hogyan tudtad őket meggyőzni arról, hogy itthon, nomád körülmények között, nem egy stúdióban jobb lesz nektek? Hmm. Ivánéknál szerintem már volt egy olyan tapasztalat, hogy, hogy ők már azt érezték, hogy nincs valójuk, mert kipróbálták a tutit, annyira nem jött be, baromi drága volt, nagyon sok energiaidő elment rá is, és nyilván sok szempontból életre szóló élmény lehetett nekik, de, de ugye a lemez hangulatát, vagy összhangzását nem gondolom, hogy olyan arányban javította volna az, hogy ez Los Angelesben készült, mint ezt ők várták. Covid volt, és nem volt, nem nagyon volt amúgy sem lehetőség olyan dolgokat csinálni, amilyeneket általában csinálunk, úgyhogy annak is volt szerintem egy ilyen háttere, hogy hogy, hogy abban a helyzetben örültünk annak, hogyha, hogyha valamit valahogy ki lehetett hozni, és szerintem az volt ott a szitu, hogy volt egy dal, amit egy, egy budapest imásfilmhez kellett újravenni, és emlékszem, hogy hogy zenéltünk, amikor először találkoztunk élőben a srácokkal, akkor egy ilyen, egy valamilyen egy ilyen lottósorsoláshoz zenéltünk élőben, és akkor mondták, hogy hú, két napon belül fel kellene venni ezt a, ezt a dalt, ez a filmhez, és hogy a panuniát lefoglalták, de nem is tudják, hogy hogy fog az utómunka minden elkészülni, és mondtam, hogy hát srácok, menjünk le a próbaterembe, mint ma este, vagy holnap reggel, vegyük föl, és akkor nem tudom, 48 órán belül tuti meg lesz, és akkor Hát mondták, hogy jó, hát igazából nincs nagyon más lehetőségük, úgyhogy próbáljuk ki, és akkor megcsináltuk ezt a felvételt, tök jól sikerült, és akkor mondták, hogy egyébként ők egy egész albumon dolgoznak, és hogy, és hogy miért nem megyek le velük alkotótáborozni, és akkor mondtam, hogy hát menjünk le alkotótáborozni, de akkor már vegyük is fel ezt a lemezt úgy, hogy ezt az egy dalt csináltuk a teremben. Úgyhogy igazából volt egy ilyen egy ilyen kis pilot projekt, vagy volt egy dal, amit, amit kipróbáltunk, és akkor látták, hogy hát passzus, ez megszólal, szóval nem, nem kellenek hozzá a, a, a több tízmilliós pultok feltétlenül, hogy egy, hogy egy jó felvétel készüljön. Ö, tereket ilyenkor válogatsz? Tehát jól kell szólnia annak a térnek, ahova viszod a zenekart? Hát meg kell ütnie egy, egy bizonyos szintet, de de hát ideális esetben meghallgatom, hogy milyen a zene, és próbálunk valami olyan teret össz, találni hozzá, ami ami passzol akusztikailag. Ugye leginkább akusztikailag a dobfelvételhez kell idomulnunk, és a dobfelvétel, a dobolás stílusa határozza meg, hogy, öm, hogy mekkora, mekkora térre van szükségünk, milyen hosszú lecsengés, meg mennyire, mennyire élő tér passzol ahhoz a, ahhoz a muzsikához. De azért nagyon ritkán van az a luxus, hogy, hogy szabadon választhatunk teret. A legtöbbször inkább a, 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 praktikus szempontok is a szükség hozza, hogy, hogy egyetlen hol van lehetőség így beszetapolni. Főleg, hogyha egy hétre kell valahova beülni, és akkor emiatt szoktak ilyen nyaralók, vikendházak, erdészházak, vannak göltetői alkotóház, amit sokat használok, ilyen kibelezett kastélyok, szóval ezek az ilyen éppen aktuálisan kevésbé kihasznált terek, azok, amikre végül esik a választás. De például a kék nyúl lemezét a próbatermükben vettünk föl. Ott például az volt a szempont, hogy ez egy ilyen, az egy ilyen nagyon groovy, nagyon uh, R&B lemez, amiben ilyen szuper. Uh, szuper feszes dobokat kellett felvenni, magyarul nem, nem akartunk élőszobát szobát semmiképp, és az ő próba termük az pont, hogy ki van bélelve, és ilyen nagyon, nagyon szárazon szól benne minden, úgyhogy ott egy tök jó felvételt tudtunk csinálni itt Újpesten. Nagyon érdekes, hogy amikor először meghallottam a Blaha albumot, akkor az volt az érzésem, hogy fú, ez nagyon drágán szól, és ez biztos, hogy valami nagyon speciális stúdióban lehet, hogy külföldön, nagyon-nagyon sok pénzből készült, és akkor kicsit leesett az álma, amikor megtudtam, hogy egyébként milyen módszerekkel dolgoztatok, meg stb. És ugye ez a térhangzás, meg stb. ott valahogy nagyon azt éreztem, hogy valami. olyan van benne, ami, ami biztos, hogy valami komoly technikai feltételekhez kötött. És amikor én mondjuk kezdtem zenészként, még korábban, ezelőtt pár évtized, akkor éppen az ment így a, a szakzsargomban mindenhol, hogy hát ugye hát, a dobokon hallani, hogy ha magyar egy album. Uh -huh. Meg hogy ahhoz nagyon komoly, nem tudom, terek kellenek, nagyon komoly pult, stb. Abból fiam meghallott, hogy az, az bizony itthon készült, és nem olyan, mint tőlünk nyugatra. Azóta a technika jobb a hozzáállás jobb, jobban választanak az emberek tereket. Most már én nem érzem ezt. Szerinted megdőlnek ezek a mítoszok? Hát remélem ideje megdőlni. <laughs> uh, igen, van ez a klasszikus. Igazából ez nem, nem, én nem szeretem ezt a, ezt a labelt, hogy, hogy magyar, inkább itt az van, hogy ilyen az elképzelés, vagy így a vízió hiánya okozza azt, hogy ilyen, hogy ilyen torszülött uh, hangzások születnek, mint amit egyébként. Élőben sajnos még nem sikerült megugranunk, tehát élőben a, a, magyar fesztiválok nagy részén még mindig egy dob hangzása, az egy, az egy belező lábdobot jelent, egy, ilyen, egy ilyen kukogó vagy csattogó pergő hangot, és akkor valahol így a háttérben így esetleg valamilyen cintányéro, meg ilyen tamok, ilyen ötletszerűen, de hogy, tehát az, hogy, hogy a dob felszerelésre, mint egy hangszerre tekintsünk, ami így, ami így egy, egy, egy egység, és valahogy saját arányai vannak, az, az élőben még nem jellemző. A felvételeken azért szerintem egyre jobban megvan ez. Talán az is, hogy hogy most már tényleg kint annyira alap, vagy nem, az, nem, az a, nem is ez a jó szó, hogy kint, de hogy szerintem úgy egyáltalán ö, már annyira jó minőségű dobfelvételek készülnek azokhoz a produkciókhoz, amiket az ember mondjuk egy ilyen streaming platformon hallgathat, hogy már hogy már, már inkább azt tűnik fel, hogyha valahogy nem úgy szól a dob, és ez itthoni felvételeknél is szerintem azért most már ez ilyen alapelvárás, hogy, ö, hogy azért szólaljanak meg úgy, úgy a dobok, ahogy mondjuk legalábbis akusztikusan hallja az ember. Úgyhogy öm, szerintem én is érzek egy ilyen, egy ilyen javulást, meg egyre több olyan hangmérnök, Kezd el felvételeket készíteni, aki alapvetően a zenei oldalról közelíti meg, és szerintem szóval ez a kulcs, hogy ha értjük a zenét, meg értjük, hogy abban az adott zenében mondjuk a dobfelszerelés, az így milyen szerepet tölt be, és milyen, milyen ö, energiát vagy érzetet kell, hogy keltsen az a, az a dobolás és a dobhangzás, akkor, ö, akkor igazából onnantól csak elrontani lehet. Mm -hmm. Szóval. Ö, Szóval nem, nem, a, nem a keverőpultokon, meg a mikrofonokon, meg a, meg a dob felszerelésen uh, múlik ez, és persze mindegyiken nagyon sok minden tud múlni. Szóval valójában, ha van egy vízió arról, hogy milyen hangzás szeretnénk, akkor, akkor ott kezdjük, hogy akkor megnézzük, hogy a dobos hogyan üti meg a hangszert, azt talán az változtat a legtöbbet ezen az egészen. És akkor utána, ahogy haladunk végig ezen a felvételi láncon, jön a hangszer, én, én abszolút ilyen hangszerfókuszú arc vagyok, tehát ö, szerintem nagyon fontos, hogy milyen hangzású, hangszert rakunk a zenész, keze alá is, mert tök mást hall, és másképp inspirálódik, és emiatt másképp is üti meg. Szóval a hangszer és a hangszeres játék azok ilyen oda-visszaható dolgok. Ö, és akkor utána jön a mikrofonozás, jönnek a mikrofon előfokok, meg jön a mindenféle technikai cucc, ami ahogy így haladunk előre, igazából adogat hozzá, de, de már nem változtat annyit, mint maga a játékstílus és a, és a, hangszer akusztikus eredeti hangzása. Neked egyébként kik a, ha van ilyen, kik a hőseid ö, a producer szakmában? akik inspiráltak mondjuk arra, hogy, hogy te is az legyél. Hú! Ö... Jó kérdés. Én nem, nem onnan jöttem, hogy így, hogy így rajongói lettem volna, meg hogy egyáltalán érdekelt volna ez a szakma. Hmm. Mert ugye én, én zenéltem is, igazából engem az érdekelt, hogy a saját zeném, hogy tudnak megszólalni faszán, és akkor. Próbáltam ehhez a tudást ö, ilyen könyvekből, meg Youtube-ról, meg, meg ilyen random szitukból összeszedni. De amire emlékszem, hogy. Ö hogy, hogy meghatározó volt. Amikor elkezdtem nézni a Pensado's Place-t, ami a Dave Pensado nevű ilyen Los Angeles-i, főleg milyen mixing engineer fickónak a műsora, és ott nála rohadt sok producer, hangmérnök, zenész megfordul, és nagyon jó beszélgetések vannak, és neki van egy ilyen technikai tutorial jellegű sorozata is. Abból Szerintem az Erasmus fél éve alatt olyan 200 részt megnéztem, és egy rész másfél óra, szóval nem tanultam sokat, de már mint az egyetemi uh, tanulmányokat tekintve, de, de iszonyat sok információ volt, és akkor ott baromi sok uh, producer megfogott tényleg a, a, a Dr. Dre-től, a Sylvia messi a, a Sylvia Messi, aki azt hiszem, hogy inkább ilyen, ilyen metal és ilyen keményebb rock vonalon ismert, neki is vannak izgalmas munkamódszerei, azt hiszem, hogy ő csinálta, hogy már nem is emlékszem, hogy pontosan melyik lemeznél feje lefelé fellógatta az, az énekest, meg, meg futtatni szokta őket előtte, meg neki is vannak mindenféle ilyen. Metában jellemző, hogy a Ross Robinson nevű 90-es évvel ilyen New Metal elrednek ezek a nagyon, nagyon vad elképzelések. Ja, ja, ja. Nyilván tud is kihozni az emberek, emberekből, de hát sokszor ez egyrészt átfordul szadizmusba. Hát igen, igen, igen. Ezek érdekes Én, én, én azt hiszem, hogy azért ennyire extrémen nem, nem szoktam egyébként kibillenteni a, az előadókat, ha csak nem érzem azt, hogy, hogy amúgy van bennük valami, ami, ami valahogy az Istennek nem akar kijönni. Nyilván a metal az egy olyan, vagy ezek az ilyen keményebb rockzenék, ezek azért olyan extrém ö, teljesítményt igényelnek, meg annyira az energiából fakadnak, hogy ott, hogy ott ezek a fizikai behatások, ezek sokkal ö, ö, hangsúlyosabbak lehetnek, mint, mint, egy, mint egy alternatív indie vagy egy funk lemeznél. Ugyanakkor azért nyilván ott is vannak hangulatok, illetve olyan erős érzelmi töltet, ami azért nem biztos, hogy egyből kijön az emberből. Tehát van erre valami módszered, vagy van, tudsz mondani egy konkrét példát, amikor bele kellett nyúlni, vagy hatni kellett a zenészekre? Mm. Az van, hogy, hogy ez, a, ez a remote ö, felvételkészítés, ez ezt elég természetesen megoldja. Tehát mire oda jutunk, hogy beülünk és felvétel van, addigra eltelik jellemzően másfél-két nap, amikor együtt pakolunk, megérkezünk egy helyre, az általában egy jó hely, ami tetszik, ott mit az első nap én, én legózok a stúdió cuccokkal, a srácok megfőznek egy bográcsos kaját, vagy, vagy mit elmennek egyet -egy sétálni, vagy úszni, vagy akármi. Szóval abból van egy ilyen, egy ilyen osztálykirándulás flash, amitől így egyből mind mindenki így megnyugszik, elhagytuk a várost, nem tudom, szóval, hogy rögtön egy ilyen jó mindset van, és ebben a, ebben a szituációban általában mindenki egyből a legjobbját tudja nyújtani, és ráadásul azáltal, hogy van ott egy ember, akiben akiben jó esetben megbíznak, és aki segíti ezeket a kreatív döntéseket meghozni, úgy, úgy nem is kerülnek nagyon olyan szituációba a zenészek, hogy valamin így, így be kelljen feszülni, vagy, mm. vagy, valamivel elakadnának. Úgyhogy ez egy elég áldásos helyzet, ami így automatikusan megoldja azt, hogy jól érezzék magukat, és hogy, és hogy nyitottak legyenek egymás gondolataira, meg egy ilyen, meg egy ilyen jó kis zenefókuszú, kreatív, ilyen megint csak flow szót használnék, alakuljon ki ki. Olyan volt már, hogy, hogy arról el kell kezdenünk beszélgetni, hogy. Tehát a zenéről nagyon sokat beszélgetünk, hogy itt most ez a, ez a hangszer milyen funkciót lát el. Előfordul sokszor, hogy valamelyik hangszeres nem találja helyét abban a hangzásvilágban, vagy, vagy valami olyat játszik, ami túl sok, ami elvonja a figyelmet más dolgokról. De minden ilyet, mivel annyira mindenki azt érzi, hogy a zenén van a fókusz, és ezek nem, nem ilyen egóból eredő döntések mm. vagy, 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 vagy kritikák. Um, és mindenkinek az a célja, aki bent hogy ez a zene a lehető legjobb legyen, és bíznak benne, hogy, hogy, hogy az én um, rálátásom az az, az nagyjából uh, reális, ezért így mindenki nyitott szokott lenni erre, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy ott most miért játszom mást, és meg tudjuk indokolni, és, és ez, egy ilyen, uh, ez egy ilyen kellemes beszélgetés szokott lenni. Na de ugyanakkor te fordítasz néha a dolgokon még egyet, és hát ugye itt van a Figyelemfelvétel felvétel című sorozat, amiben hát ugye ez a komfortzóna, ezért ez mégiscsak változik, tehát az, hogy egy zenekar egy koncertteremben felcucol, és az, abban általában a vélemények meg egyezni, hogy azért a hangrögzítés azért az egy ilyen intim közeg. Na most, hogy egy koncertteremben úgy, hogy emberek ezt nézik, erre, erre mentálisan hogyan készültek? például a zenekarra? Tehát ugye túl vagyunk az elsőn a Blahán, ott az ezen, hogy, hogy mentetek keresztül ezen az egészen? A Blahával a szerencsés része az volt, hogy már sokszor csináltuk, és ezért előzetesen ők tökre nem, nem féltek ettől a Aha. dologtól, mert, mert már annyiszor keresztül mentünk ezen a folyamaton, és mindig jó elmény volt mindenkinek, hogy, hogy, hogy nem tartottak, aztán utána egy-két nappal a felvétel előtt leesett a tantusz, hogy fú, na jó, de azért itt most emberek látni fogják, hogy ott balfaszkodunk, és ahogy nem megy, és nem tudom mi. És akkor volt egy olyan pont, amikor, 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 amikor egy kicsit nem, nem akartak teljesen kifarolni, csak inkább egy ilyen safety megoldást akartak hogy, hogy esetleg vegyünk fel egy olyan dalt, ami már azért nagyjából meg van csinálva, és, és, és játsszuk végig a folyamatot. De mondtam, hogy szerintem az nem túl izgí, meg hogy ne tartsanak ettől, hogy, hogy a valóságot mutatják meg az embereknek, mert hogy egyébként az emberek ezért tök hálásak lehetnek, meg ez egy őszinte dolog, és szerintem tök izgalmas. És akkor végül is én is tök hálás vagyok nekik, hogy bevállalták, és, és végig is a, a true folyamaton mentünk végig, minden ilyen emberi ö, ö, ilyen kis hibáival, vagy ilyen, vagy ilyen, nem tudom, vonásával együtt. Ö, Szerintem az nagyon sokat segít ilyenkor a zenekarnak, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy ez a zenei fókusz, ez, ez végig megvan. Tehát, a, igazából tök mély, hogy mi veszi őket körül, mert hogyha az agyuk az abban van, hogy, hogy benne vagyunk tövig a nótában, és azon gondolkodunk, és megy a fejtés, akkor igazából olyan úgy el tudnak mélyedni, hogy észre se veszik, hogy ott vannak az emberek. Aztán persze néha így kiszóltunk a közönséghez, hogy azért, hogy azért érezzék, hogy mi tudunk róluk, hogy itt vannak, de, de ez nagyon sokat segít, hogy, 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 így, hogy így folyamatosan tudjuk tartani ezt a, ezt a zenei fókuszt. Itt ugye csak a hallgatóságnak mondom, hogy ezt ténylegesen úgy kellett elképzelni, hogy megérkezett a zenekar ugye a koncertterem közepére, és hát ott gyakorlatilag dalszöveg, dallampróbálgatások, hangszerek egymásra pakolása, tehát hogy innen indultunk, ugye ez egy négy óra hosszú folyamat volt, hogyha jól emlékszem, és a végére viszont tehát tényleg egyrészt ugye egy koncertbe torkolt, illetve előtte abba, hogy ugye ott együtt tapsoltunk, csettintettünk, sőt, ugye a közönség bele is énekelt a vokáloknak egy részét abbadva. Igen, dalba. igen, igen, igen. Hát igyekeztünk azért, tehát hogy, hogy, hogy nyilván, mivel ez egy ez egy nyilvános ö, műsor, ezért nem akartunk ö, tehát tudomást veszünk a közönségről sőt. Ez egy nagy lehetőség, hogy hogy ennyi ember itt van egy térben és, és, és ezek a ezek a tapsolások vagy vagy vokározások ezek, ezek funkcionálisan is tök jól hangzottak, szóval én visszahallgattam már a felvételt, ami egyébként még nem készült el, de nagyon remélem, hogy, 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 majd ki fogjuk tudni adni, és, és meg tudjuk mutatni. Tök jól sikerültek, szóval nagyon jól szól. Ügyhogy, úgyhogy, ez nagyon, szerintem ez, ez nem csak a, a, közönségnek izgalmas, hogy részt vett benne, hanem a, a zenekarnak is inspiráló, hogy van közönség, illetve van egyfajta instant reakció a zenei döntésekre, tehát amikor kipróbálunk valamit, akkor volt olyan, hogy amikor így éreztük, hogy mi is éreztük, hogy összeállt, de a közönség maguktól elkezdett tapsolni, pedig senki nem kérte őket arra se, hogy addig ne tapsoljanak az előző verzióknál. Szóval valahogy, valahogy így érezni a levegőben, amikor valami összeáll, és, 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 és elkészül, és, és tök jó volt erre egy ilyen, egy ilyen instant feedbacket kapni. Ugye a Qualitonszal is egészen ö, régi már a kapcsolatod, vagy bensőséges gondolom, ö, ugye ők lesznek a következő ö, szereplői ennek a programsorozatnak majd május 5-én. Velük hogy készültek? Őket könnyű volt rávenni erre, hogy közönség előtt? Ja, Na, hát a... velük, velük fel sem merült szerintem, hogy ez, hogy ez problémát okozhat. Tehát, hogy ők meg annyira természetesen ebben a zenei fókuszú világban vannak, hogy ők, hogy ők aztán nekik meg se fordult a fejükben az, hogy hogy ez, hogy ez kihívás, vagy ez, vagy ez nem komfortos. Sőt, ez a zenekar egy kicsit olyan, mint egy, mint egy klasszikus, ilyen 60-as, 70-es évekbeli ilyen stúdió session band, hogy, hogy nagyon sokoldalúan tudják kezelni a hangszereiket, nagyon, nagyon azonnal tudnak zenei stílusok között váltogatni, és, és emiatt, hogy, hogy ennyire otthonosan mozog mindenki a, a saját hangszeres fertáján, illetve, illetve ilyen széles az a zenei paletta, amit egyébként hallgatnak, megismernek, és aminek az eszköztárával bírnak. Ezért ez szerintem egy abszolút rájuk szabott, vagy, vagy ránk szabott felállás, és, és tényleg az is a terv, hogy hogy megidézzük ezt a szerintem mondjuk ilyen 70-es évekbeli stúdió hangulatot, amikor egy ilyen session band beül, mm -hmm. és akkor a semmiből azt mondja, hogy oké, okay, akkor most csináljunk egy funk nótát, és, és figyelj az a szöveg, hogy egy mondat, ezt a közönség majd bekiabálja, és akkor mehet a groove és let's go. És, és itt ez lesz, hogy itt dal, dal kezdemény sem fog valószínűleg érkezni hanem tényleg ez lesz, hogy úgy döntünk, hogy figyelj, ma nem tudom, süt a nap, 25 fok van, kicsit így keltem, akkor ma nem tudom, Mótán baladát van kedvem játszani, vagy egy, vagy egy rohadt gyors diszkót, vagy egy, vagy egy nem tudom, egy, egy, egy ilyen nagyon sötét, skandináv, euh, jazzy módot. Vagy, szóval, hogy így kb. ez így, tud, így eldől, és akkor, és akkor elindul az improvizálás, és hát baromi kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi, mi fog belőle létrejönni. Egyébként ez az alkalom annyiban eltér a blahástól, hogy, hogy egyrészt itt, itt tényleg nem ezt, a, nem ezt a dal struktúrálós, befejezős dolgot hangsúlyozzuk ki, hanem, hanem azt, hogy hogy a sok ötletből, meg a, meg a zenei improvizációból ott helyben kell szerkesztenünk egy, egy valami fajta kompozíciót, és, és, egy, és, én próbálok most egyből egy ilyen, egy készfelvételt legyártani, egy ilyen nagyon old school analóg módon, tehát most keverők lesznek, meg, meg, meg külső effektek, én nem fogok zenélni azért, hogy tudjam ezeket kezelni, és úgy zenéljek együtt a társasággal, hogy én már a gombokon, meg az effekteken, meg a, meg a ö, szalagos magnón, és akkor, és akkor vesszük az egészet egy keverem le, és egy stereo magnóra vesszük föl, és akkor ha minden jól megy, akkor az egy kész felvétel, amit utána már maximum egy kicsit még masterelünk, de, de az is lehet, hogy nem, és, és feltöltjük majd a bandcampre, vagy valami ilyesmi. Sok zenekar beleértve a Qualitons-t is, akikről itt most beszélgettünk, illetve akikkel dolgoztál, az ugye azért általában szeretik preferálni az analóg hangzást. Ö egy kicsit a hallgatóságnak meg tudod-e közérthetően fogalmazni, hogy mi a különbség a digitális és az analóg hangzás vagy felvételi struktúra között. Egy kicsit szerintem lehet a képi világhoz is hasonlítani, hogy egy filmre készült fotó vagy mozgókép az, az mitől, mi, miben más egy digitális képhez képest. Technikailag a digitális felvétel az, az sok szempontból egy tökéletesebb reprodukció. Viszont egy csomó olyan öm, információt is tartalmaz, ami egyébként a kép öm, hangulatához vagy eredeti, a kép mögötti gondolathoz már kevésbé kapcsolódik. Öm, és az a, az, a, amit a film, meg amit az analóg technológia öm, hozzátesz, az igazából valójában az, amit, amit elvesz a valóságból csak az, hogy milyen módon veszel, és milyen módon torzítja a valóságot, az, az tud kapcsolódni a, 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 kép vagy a hangrögzítés mögötti gondolathoz, vagy ízléshez, vagy világhoz, és emiatt az még, az még rá tud segíteni arra, hogy, hogy átadjuk a, a gondolatot, mert azért az, a, az az egésznek a kiindulási pontja, hogy itt valaki valamit elképzel, legyen az kép vagy hang, legyen egy vízió, és aztán megtaláljuk hozzá az eszközöket. Szóval Általában, ami ez technikailag, szóval amiben ez megtestesül, az az, hogy például az audiónál ott egy digitális felvétel az, az általában szélesebb spektrumon vesz fel, mint egy, mint egy analóg gép. Tehát onnantól kezdve, hogy magnó szalagra rögzítünk, onnantól már valamelyest roncsolódik a, 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 hangzás, közben a digitális felvételnek megvan az a hátránya is, hogy hogy ugye a, ez mintákat vesz a zenéből, tehát nem tökéletesen folytonos a, a, a felvétel működése, és nyilván amiatt, hogy az analóg viszont egyébként egy, egy folyamatos mintavételezés, amiatt, amiatt, is érezhetjük azt, hogy az, egy, hogy az egy gazdagabb hangzás. De alapvetően hangszínben egy melegebb, melegebb kerekebb, a fülünknek kedvesebb hangzást Azonosítunk általában, vagy értünk az analóg hangzás alatt, és hát ki ne szeretné azt a felvételt, ami kellemesen, melegen, finoman ö, szól, versus egy élesen ö, bántóan szóló ö, másik felvétel. Szóval ö, szóval a digitális világban egy kicsit nehezebb azt megoldani, hogy ö, vagy ezzel több munka van, uh -huh. hogy, hogy a felvételnek, vagy a hangképnek, vagy a hangszíneknek egy olyan spektrumát tartsunk meg, ami zeneileg igazán hasznos, mert egy csomó, egy csomó sallang felvételre kerül. Úgyhogy, úgyhogy talán ez, 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 ez az analóg felvételek jellege, vagy ez a, ez a titok mögötte, bár egyébként azért azt hozzá kell tenni, elég kevés valójában teljesen analóg felvétel készül napjainkban, és amúgy szoftveres emulációkkal ö, iszonyatosan jól lehet reprodukálni ezt a, ezt a hangzásvilágot. Én például minden felvételt, amit eddig csináltam, azt ö, a digitális utómunkával készítettem, és digitálisan ö, digitális eszközökkel rögzítettem, és nem gondolom, hogy, ö, hogy igazából akár a Akár az előbb említett Blaha lemez, vagy előtte az Ivánéki az, az ilyen digitálisan uh -huh. szólna. Nem, de hogy? Szóval hogy a, 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 a megint csak visszakanyarodnék oda, hogy igazából itt a, itt a vízió, meg az ízlés, meg a, meg a, meg a hangzás elképzelése a, a lényeg, és digitális eszközökkel egy, egy picit másképpen éred el. Üm, egyébként sokkal sok oldalúban használható, sokkal megbízhatóbban használható, gyorsabban, uh, igénytelnebből, olcsóbban a digitális technika. Szóval én azt gondolom, hogy azért az analóg uh, világból való digitalizálódás az azon úgy nagyon sokat hozzátett a, a hangfelvételek minőségének javulásához uh, úgy általánosságban. Uh, úgyhogy én, én nem vagyok egy ilyen, uh, egy ilyen abszolút analóg uh, fan. Viszont most pont, pont ezen a felvételen azért akarom kipróbálni a, a true analóg um, verziót, mert ez az eszköztelenség, vagy ez az ilyen um, szűkebb eszköztár, ez közben um, gondolkodásra inspirál, meg egy csomó mindent helyben el kell dönteni, meg kell oldani, nem halogatunk annyi döntést, mint egy, mint egy digitális nyers felvételénél, ahol majd utólag pluginekkel, meg így úgy amúgy majd így megoldjuk, meg majd valamilyennét tesszük, hanem itt így konkrétan ki kell találkozni, hogy mi az a sound, mik a hangszerek, mik a mikrofonok, mik az előfokok. Ott helyben egy kis, egy kis hangszín állítgatás, egy kis dinamika, szabályozás, kis effekt, aztán boom. <gül> <gül> nagyon izgalmasan hangzik. Egyébként te azt is el tudod magadról képzelni, hogy esetleg mondjuk kvázi dolgoz úgy producerként is, hogy mondjuk biteket gyártasz full digitálisan, vagy ez ez tőled konceptuálisan nagyon távol áll ez a világ. Annyira nem áll távol, hogy, hogy csinálok ilyet. <laughs> Tehát, hogy én nagyon érdekes, mert amikor ez a blaha meg ez a Parazol lemez napiágot látott, akkor én valamilyen szinte így felkerültem erre a, erre a hazai ilyen zenei, vagy könnyű zenei térképre, de ugye én már előtte is egyébként elég sok mindent csináltam, amik, amik, vagy alkalmazott zeneszerzői munkák, vagy, vagy, vagy sokkal undergroundabb, vagy ilyen rétegebb zenék. Úgyhogy szoktam, szoktam zenét szerezni, szoktam uh, így biteket is uh, gyártani, nem, nem hip-hop biteket, Feltétlenül, bár még azt is egyébként a Fucking Boys nevű egyébként gánaiakból álló produkcióhoz például írtam pár beatet, meg ott hiphopot játszottunk zömében Nyugat-Afrikában is, Nyugat-Európában, csak ez itthon viszonylag kevésbé releváns információ. Tényleg egészen széles a spektrum tehát itt tényleg a hagyományos mondjuk indie-pop rockzenétől egészen a folk etno vonalig. Ö, tehát, hogy te, sőt, még dolgoztál a Richard g is, hogyha jól tudom. Tehát, mi alapján választasz te zenekart? Ö, mi, a, mi az izgalmas egy zenekarban számodra? Hmm, hát azt hiszem, hogy az emberek alapvetően és az emberek gondolkodása, meg karaktere, az, hogy ők most milyen eszközökkel fejezik ki magukat, hogy most milyen zsánerek vannak. Talán amúgy amúgy a manapság nem is jellemző annyira ez az ilyen zsáner specifikus zene, szóval akár a Richard Gere lemezen, akár az előbb említetteken is azért elég sokféle zenei stílus felüti a fejét, Szóval, hogy már a zenekarok sem stílusokban gondolkodnak annyira, én meg aztán pláne nem. Tehát én abban gondolkodom, hogy, hogy, hogy legyenek, legyenek gondolatok, legyenek legyenek érzetek, meg, meg legyen egy egy ilyen kifejezni való valami tartalom, és aztán ahhoz találjuk meg a legizgibb eszközöket, és, és engem ez érdekel, hogy hogy az az adott zenekar az valami, valami valódi dologról szól, és, és, és valami, akar valami olyat mondani, üzenni, csinálni, ami, ami, nem teljesen evidens, vagy nem hangzott el már nagyon sokszor, mert akkor ebben az esetben én, én, engem ez egyből érdekel. Tehát hogy mindegy tényleg, hogy milyen stílusban, de hogyha azt érzem, hogy van, a, van, van nyitottság a gondolkodásban, meg egyáltalán azok, akik már eljutnak oda, hogy szívesen bevonnak egy külső embert ebbe a folyamatba, az már, az már alapból uh, egy, egy, egy elég komoly nyitottságot feltételez a, a produkcióról, mert tényleg, ahogy az előbb is mondtuk, hogy ez egy elég intim folyamat, uh, és, uh, és nem akárki enged be ebbe külső embereket. Én pedig hol, hol, jövök ahhoz, hogy mondjuk uh, korlátozzam egy, egy ilyen alkotó közösséget abban, hogy ő, hogyha ők fejlődni szeretnének, vagy ők, vagy ők, uh, be akarnak egy, egy újabb perspektívát vonni. Szóval, uh, szóval még csak az sem, az sem történik általában, hogy az én személyes zenei ízlésem mentén uh, megítélném ezeket a produkciókat, uh, és az alapján dönteném el, hogy kivel dolgozom, hogy egyébként mennyire tetszik a zenéje hanem inkább az attitűd érdekel. Szóval, hogyha az attitűdben benne van a potenciál, hogy ez az ő úttukon előrébb gördüljön, akkor, akkor, csináljuk. És én pedig, én pedig megpróbálom félretenni a, a saját ízlésemet, amit aztán persze nem tudok teljesen félretenni, emiatt, emiatt zeneileg születnek olyan döntések, amik az én zeneiségemből fakadnak, meg, meg nem is erről szó lesz, hogy én elássam teljesen az én zeneiségem, csak hogy ne ebből induljak ki, hogy hogy egyébként az ő zenéjük, az mondjuk nekem miért nem tetszik alapból, hanem, hanem abból induljak ki, hogy mi tetszik benne, mi, mi az, ami engem megfog, vagy bármennyire is, amiben bele tudok kapaszkodni, csak ezekre a jelen hogyan tudunk rá erősíteni. Tehát, ha jól értem, akkor a, a karakter az izgalmas, igen, igen. A, az, a, valahogy az, amitől ez, ami, amitől ez, átélhető, vagy, vagy megjegyezhető, vagy, vagy, vagy amitől, amitől, érdekes lehet nekem. Itt nagyrészt ugye zenei producerelésről beszéltünk, de például mondjuk a Richard Gere egy szövegcentrikus uh -huh. zenekar, vagy legalábbis így vannak elkönyvelve. Beleszoktál szólni szövegírásba, prozódiába, és a többi is? Igen, ö, de nem az a, nem koncepció, hogy minden áron ebbe beleszóljak. Akkor szoktam szóvá tenni, hogyha én azt érzem, hogy, hogy zeneileg valami nem stimmel, valahogy a, a verbális réteg és a zenei réteg elcsúszik egymás mellett, ez lehet a prozódia, lehet egy olyan szó, ami ami hangulatában annyira elüt attól, ami éppen történik, vagy annyira más irányba viszi, vagy így ledobja a hallgatót, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy ez megzavarja a, a, az átélhetőséget, vagy a zenehallgatási élményt. Szóval én nekem azért egy eléggé ilyen, ilyen szűrőm van erre a, erre a szöveg dologra. Abban nem megyek bele, hogy miről szól a, a szöveg, és hogy miért erről énekeltek, és nem tudom, az, az tökre nem az én dolgom de hogyha van ötletem, hogy, hogy nem tudom, akár egy szóismétlés, vagy, vagy valamire egy frappánsabb szó, akkor azt, akkor azt nem szoktam magamba tartani, és aztán utána az, azt kezdenek vele a srácok, amit szeretnének. Az ember sokszor azt gondolja, hogy pláne, hogyha valaki ilyen nagyon markáns dalszövegíró, vagy es, meg hát nyilvánvalóan mondani valót ö, szeretne tartalmat adni a, a, a zenének, akkor azért az ember sokszor gondolhatja azt, hogy hát azt nagyon nehéz átírni, vagy, vagy, vagy meggyőzni valakit, hogy nem biztos, hogy annyira jó, akár csak egy sor is, vagy csak akár az az egy szó, amit ő viszont lehet, hogy nagyon fontosnak és kiemeltnek gondol, de valahogy mégsem működik. Ez tud konfliktusos lenni? Nehéz közölni valakivel? Mm, nem volt még ilyenre példa, és amúgy meglepő, tehát egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ezt gondolná az ember, de meglepő, hogy amikor benne vagyunk a folyamatban, akkor, a, akkor ugye a realitás érzetünk az mennyire, mennyivel hasonlóbb, mint, mint gondolják. Tehát nagyon ritkán van az, hogy, hogy én nekem feltűnik valami, hogy nem, nem stimmel, és, az, és azt ne érezné a másik is, hogy, hogy na, hát igen. Tehát, hogy olyan szitu, amikor nekem valami nem stimmel, a másik meg nagyon érzi, hogy de, az pedig baromi jó, az amúgy, amúgy azért ritkán van. Uh -huh. um... És azért általában én nem olyan pontokban veszek észre, vagy ritkán van az, hogy olyan pontokon változtatnánk, amik amúgy a szöveg legerősebb részei. Mert azért a szöveg legerősebb részeit azt úgy mindenki érzi, hogy ez most a legerősebb része, és az jó, tehát azon, azon, azon felesleges is volna változtatni. Úgyhogy nem, ez ilyen konfliktusos helyzeteket nem szokott eredményezni. Egyébként még az előzőre visszakanyarodva, például a Richard Gere-nél, ahol ráadásul ennyire szabad is, és ennyire sokszor a zene az a, az a verbális réteg alá rendelve, vagy, vagy kíséret funkciót lát el, vagy hangulatfestést, ott azért nem nagyon jut eszembe a szövegbe bele kotnyeleskedni. Szóval azért, de hát az, az egy egészen más szintű -tú, mint amikor van mondjuk egy indi zene, ahol körülbelül 50-50 megy a zenei réteg meg a verbális, vagy inkább, vagy inkább a zene még fontosabb is, és a, és a szöveg az, az, az sokszor lehet egy kicsit ilyen lighty, és akkor inkább az ilyen helyzetekben van, hogy, hogy érzem is, hogy nem, nem, volt annyi energia a szövegre fordítva, mint mondjuk így a zenei kidolgozottságra, és akkor, és akkor ott így érdemes vele még egy kicsi időt tölteni. Ugye, mint ahogy te is mondtad, hogy ezt a igaz ilyen producer létet, ezt pár éve kezdted el. Itt most beszéltünk néhány jelentős és markáns albumról, amit ugye osztálykiránduláshoz hasonlítottad néha. Azt el tudod képzelni, hogy vannak olyan helyszínek, ahova visszatérsz, mert annyira izgalmas volt. Ott gondolok itt olyasmire, hogy például mondjuk ez a mozgó stúdió ötlete, hogy talán ez a Stones-tól ered, és akkor a Zeppelin is mondjuk utána bérelte ki azt a stúdiót, meg azt a, azt a kastélyt, ahol ugye fölvették az összes lemezet. Neked vannak ilyen helyszíneid, amilyen, ilyen, aminek az aurájára vágysz, esetleg más arra is? Most egy ilyen helyszín van, ahova egyébként azóta vissza is térünk, és ez ahol a Blaha lemez vettük fel, ez a Gajatető Jalkotóház. Ugye ez alapból, mint intézmény is szerencsére egy ilyen szabad. Öm alkotóház, amit, amit így ki lehet bérelni. Oda már több zenekarra visszatértem, mert nagyon ideális, hogy pont nincs túl messze, elég jó az akusztika is, nagyon kényelmes a ház, pont jó, minden jó. Szóval, hogy, hogy azt ott most, mit, mint egy tavaly, nem tudom, eltöltöttem, hiszem két hónapot nettó legkülönböző produkciókkal. Bohemian Betyárst vettünk föl, New Fossils-t vettünk föl, Gilisztát vettünk föl, Uh, Swamp creatures uh, nagyon sok, mindenféle, mindenféle produkciót a Blaha óta ott. Uh -huh. Szóval egy kicsit nekem az az, 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 most egy ilyen, egy ilyen B rezidenciám már vált. Uh, és persze tök jó lenne, hogyha ilyen, ilyen uh, helyszínből lenne több. Uh, és lenne olyan, aminek egészen más uh, akusztikai karaktere van. Um, még keresem. <laughs> itt az akusztika a döntő, például, hogyha most itt a Gajetetőről beszélünk, vagy, vagy a, vagy a vibe-ja magának a környezetben? Hát, hogyha valami döntő, akkor az a vibe, tehát maga mm -hmm. ez a ez, a, ez, a, ez a göltető, Mátra Szent hangulat. Én nagyon szeretem a hegyet, én egri vagyok, alapból a bükkben nőttem fel. Farkasok neveltek. <laughs> De hogy de én szeretem, szeretem ezt a felmegyünk a hegyre dolgot, egyszerűen más a klíma, más a levegő, meglepően gyorsan fenn van az ember Pestről, és, és mégis egy ilyen egészen más közeg nagyon jó a ház, nagyon jó felszerel, nagyon jó lehet benne pihenni, mert kényelmes. Az is tök fontos, hogy azért ne az legyen, hogy hálózsákokba, így egymás mellett a hangszerek között, mert ez is megtörtént már nem egyszer. És jó, jó, de mondjuk egy, egy hét után azért egy kicsit kezd kipihenetlen lenni a, a, a társaság, és, 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 és az nem jó. Szóval fontos, hogy jókat tudjunk aludni, jókat tudjunk enni. Kell hozzá egy jó konyha, jó hálószoba, jó zuhanyzó, és akkor ezek ott ott mind rendelkezésre állnak. Tehát ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor az ételt is magatoknak készítitek, ha, ha jól hallottam, bográcsot említette. Van grillezés, bográcsozás, van egy standard konyha is, úgyhogy igen, ez egy külön, külön izgalom. Mert egyébként ez is jól jön ki, mert nagyon ritka az a szitó, amikor mindenkire egyszerre van szükség, és, és, nagyon sok zenekarnál legalább az énekesnek nem hasznosak a felvételei, amikor a hangszeres felvételt készítjük. Úgyhogy így, amíg elkészülnek az alapok, addig az énekes tudja a főzés nagy részét, vagy a szóló hangszeresek, és akkor utána cserélünk, amikor kész vannak az alapok, és jön az overdabolás, is jönnek a, a szólók, a fúvósok, a vonósok, az énekesek, akkor, a, akkor dob, gitár, billentyű, neki áll főzőcskézni. <laughs> Igazán idilien hangzik. Körülbelül egyébként az. <laughs> egyébként pont mondtad, hogy hú, mekkorát hibáztatok, amikor az etnofila nem vetté, vagy nem rögzítettétek videóra azt, ahogy ugye készült a stúdió. Itt valamelyik zenekar egyébként Bármikor is videózott, például most itt a gajátában. Igen, tettem? igen. Most azt hiszem, hogy a, hogy a New Fossils lemez, a, ami egyébként a hármas lemezük lesz, most jelent meg ugye egy hete kb. Igen. a kettes, ez majd talán összejön ki az egész. Itt egy egész, egész komoly anyag össze lett szedve erről a, erről a Behind the Scenes verk szitúról, úgyhogy ebből lesz összevágva valami. Um, nem is tudom, hogy mások készítettek el, de, de szerintem ez az anyag, ez biztos megjelenik idén nagyon várjuk, New is. Ö, hát azt nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy a vendégem voltál itt, és hát várunk vissza, ugye egyrészt a Qualitons az lemezbemutatóval is érkezik, más másrészt pedig ugye ö, ezzel a figyelem felvétel ö, program sorozattal is, úgyhogy május 5-én mindenki érkezzen ide, mert egy igazán izgalmas sessionnek a részese lehet. És nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál. Én is köszönöm. Sziasztok.